비어스코 대표가 쇼핑하는 민거리가 말도 하잖아요. 없어요. 제가 성공도 못 봤다면 이제 애틋한 그 kínai csávót kijön, ha próbálja, de nem. Szép jó estét kívánok, Pusimbe, Dávid, Denis vagyok, sziasztok. Gyerekek, legutóbbi fellépésem óta, amikor kiléptem, már úgy éreztem magam itt a színpadon, mint Puff Daddy a Madison Square Gardenbe, gyerekek. Hát teljesen abba a flashbe voltam, úgyhogy fellépés után kisétáltam az utcára, sétálgattam egy Denzel Washingtonosan. Az ilyen, csak aki tudná, hogy nem tudja, hogy milyen. És nem is kellett túl sokat várni, jött pár srác, gyálnak, néznek, jönnek. Azokat te vagy az a... te vagy... tőled vettem gyroszt tegnap. Nem? Nem, az nem én vagyok, de neked is legyen szép napod. Úgyhogy tényleg teljes félreértések. Nem tudom, mennyire emlékeztek, biztos emlékeztek arra, amikor legutóbb itt volt ez a migrációs őrület a keleti pályaudvarnál pár hónappal ezelőtt, és én pont aznap indultam pecázni. Sétálok is, és teljesen le voltam döbbenve, helikopterek, szvatosok, migráns áradat ott álltak. És annyit látok, hogy sétálgatok, mire lenézek, hát ki van kötődve a cipőfűzőm, úgyhogy le is kötöttem, illetve lekötöttem, nem le, hanem be. Bekötöttem fel, és mire felálltam, csak annyit vettem észre, gyerekek, hogy egy pokrócot rátettek a hátamra. Hoztak egy tág ujjáslevest, jött a néni, a vöröskeresztes. Nagyon aranyos tetszik lenni, hát most uzsonnáztam. Libatepertőt tettem piros aranyja a fehér kenyérrel, és még egy anyászokat is ledobtam, úgyhogy tessék elengedni. És sétáltam oda, hogy átengedjenek, és mondták, hogy no, hát gyerekek, Orrfűre mennék pecázni tényleg, hát engedjetek már át. Teljes félreértés. Én egy nagyon kedves témát hoztam nektek, ez pedig a szerelem, engem nagyon foglalkoztat a szerelem. Én amúgy is mindig ilyen szerelmes típus vagyok. Viszont sosem értettem azt a dolgot, múltkor is például találkoztam egy lányjal, ilyen filmbe illő volt a jelenet, így odaléptünk pont a parkolórához, egy ilyen gyönyörű szép, ilyen 1,75 magas, nagy cicis, nagyon nagy cicis. Szépszemű, gyönyörű, hosszú hajú lány, megláttam, csak ennyit tudtam mondani, mondom, én kérek elnézést, nekem a kellemetlen, de én ilyen csodaszép szenyoritát, Pocahontaszt az életemben nem láttam. Most megkérném a kezedet, csaj hátadobja haját, megigazítja a szemüldökét, csak ennyit mond. Hallod, nincs egy kis apród a parkolónál? Azt csak azért kérdezem, mert amúgy is ilyen arab pénzváltó fejed van, euró esetleg, vagy valami. A gyerekek, nem erre számítottam. Mindegy, elkezdtünk randizgatni, szépen randizgattunk, találkozgattunk. Egy idő után képzeljétek, ő is szerelmes lett. De nem belém. Hanem egy full másik pasiba, és ezért én sosem értettem azt, hogy hogy van ez, valaki ezért felelős. Mert mindig valakibe beleszeretek, ő szerelmes lesz, de nem belém, hanem egy másikba, a harmadik meg egy negyedikbe, és össze-vissza van az egész lónak a fasz a gyerekek, és teljesen nem lehet követni, és egyetlen egy felelős van, az nem más, mint Cupido. Cupido, gyerekek, egy igazi, egy ilyen kivénet, bocsánat a kifejezésért, de egy igazi kivénet vén. Ő már unja, elege van a munkájából, ő már nem érzi ezt az egészet, nyugdíjba kéne menni. Én vizuális típus vagyok, ezért elképzeltem, milyen volt ő toppon csúcsformában. 5:30-ra be volt állítva az óra. Back to Black-től a szerelembomba volt az ébresztő. Ki volt pattintva, ilyen 1,90 magas, nagy baláspalis, gyönyörű göndör haj. Szárnyak álltak, két oldalt faszán, ahogy kell, és egy ilyen háremmel, egy 4-5 nővel kelt. Hát a kolbász nyilván állt, gyerekek, hát most... Hát a Cupidónak nem állna, ez olyan, mint a Bud Spencer nem tudna egy sallert leverni, nem? Tehát, na, hiteltelen. És szerelem nektárba áztatott szívecske alakú műzlit fogyasztott reggelire. Utána odállt az ablakhoz, a mennyek kapujához, és csinált egy ilyen gyors piackutatást. Lehetőség szerint nem identitást nézett. A férfi közelébe mennyire legyen kocsma, és hány kocsma legyen. A nőnek egy héten hányszor fájjon a feje, mert az is fontos. A nőknek. És utána kinézett szépen, előváladékba áztatta az íveszőket. Kilőtte elő az elős, nem előváladék, ezt még én is sokszor nem értem. És kilőtt, és utána eltalálta, és ilyenkor van az, amikor eltalálta az én nagyszüleimet, édesapám apukája, aki az én nagyapám. Mi? Ki gondolta volna? Ki gondolta volna? Én is meglepődöm. Ő 85 éves, és a nagymuter pedig 82. Gyerekek, én a nagyfaternak havi két levél viagrát rendelek internetről, mert nem tudja bekapcsolni a gépet. Úgyhogy nagymutert kezelget, és állandóan, amikor megyünk hozzá minden második nap ebédre, így hozza a mákos áfonyás pitét. Hát nyilván persze kezelgeti az öreg gyerekek, ez tényleg ez ilyen. Úgyhogy nagyon nagy a szerelem.
De gyerekek, most az van, hogy ez a Cupido, ez most már elmehetne konkrétan a francba. Most az van, hogy nem, hogy 5.30-ra beállítja az órát gyerekek, hanem 11-ig döglik. Nagyon nagy sörhas. A gyönyörű szép Balázspal és Frickó, az belett rasztásodva teljesen. Az egyik szárnyait kb. Le is van törve. És ahogy lép neki, hogy csináljon egy piackutatást, hogy megbotlik, fogja, és ele leesik az összes ívesző, és amerre megy, mit bánja, kit talál-e. És ilyenkor van az gyerekek, hogy eltalálja Palácsik Timit, aki beleszeret Andy Vajnába. Ilyenkor van az, hogy Csicsolina beleszeret egy 6 éves kancába. Illetve a hentes 25-dek a Párizsiba, ami amúgy maradhat. Úgyhogy a gyerekek ilyenek vannak, úgyhogy innen üzenem neki, tényleg Cupido, nem tudom hol vagy, de engedd ezt el, menjél nyugdíjba tényleg, és hagyd most már az új generációt, mert ez teljesen, teljesen botrány, amit csinálsz. Úgyhogy Cupido egy fasz. No! Amiről én még szerettem volna nektek beszélni, egy nagyon kedves barátomról, őt Kopinak hívják, nem azért Kopi, mert nincs haja, hanem azért, mert nincs neki egy szál se. És ez a srác, ez ilyen baromi lazán beszél, annyira, hogy lusta így kimondani a szavakat, és egyszer lementünk. Ja, csak hogy idézem, múlt héten volt nálunk, átjött ilyen évfél fele. Ott volt, dumáltunk, és elindult autóval, Egerben lakik amúgy, és egy ilyen fél óra múlva csörög a telefonom, mutatom, mondom, mit mondod? Figyelj már, Denis, kocsikumusom nincs olyan nem. Kopikám, figyelj, nem vagyok egy matematikus feltaláló, de én azt gondolom, hogy nézd meg talán előtted. Azért tényleg itt van. És Kopival múltkor lementünk egy szórakozó erre egy diszkóba, megálltunk, jött egy gyönyörű szép lány, ki is nézek egy-egy gyerekek, például te, szerintem ezt fogod tudni hozni. Megálltunk, és oda ment a lány, csak egy időt muszáj idéznem. Én Somú Istenem, hogy az anyádban néznek ki ennyire jól? Te meg néztél rá, de ugye nem mertél hozzám szólni, mert azt hiszed, hogy külföldi vagyok, úgyhogy a csaj át, úgyhogy fordítottam neki. Azt kérdezte, hogy hogy lehet az, hogy ilyen gyönyörű szép vagy, és meginnál esetleg vele egy poré rozáfröccsöt? Nem, hanem rozéfröccsöt egy pohárral. Oda is mentünk szépen, és ilyeneket mondott neki az ember, hogy olyan 28 másodperces szexet adnék neked. Olyan leesik. Fordítottam, hogy gyönyörű két szép, ilyen 28 szempárból sincs, ilyen kettő csillogó, mint a tiéd. Ott is hagytam őket. Elmentünk gyerekek után egy borfesztiválra, rá egy hétre nyár volt, 11 fős társasággal mentünk Badacsonyba. Sétálunk, Kopi, ő a vezér, ő ment előre, milánói sertés bordától lett pólóba. Sétál, és annyi is volt ez a szomelié, ez az a fajta túlbuzgó szomelié, aki szerette a munkáját, tehát egy 47 fok volt, de azért ő frakba állt, jött oda. Szép jó estét kívánok, mondjuk nappal volt, hogyha szép jó napot, nem estét. Azt mondta, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntök itt mindenkit. Ajánlhatok-e esetleg egy 2009-es Cabernet Sauvignon-t? Lehet érezni, ahogy a bort enyhe füstösséggel kevert, gyümölcsös, lekváros érzetek dominálják. A bársonyos, a szelidült savgerinc felett szkúzi. Vagy ajánlhatok-e esetleg egy 2009-es nyakast? Lehet érezni, hogy az aranysárga nedű a torokcsakrán keresztül távozik. Melyiket ajánlom? Kopaszra nálisz, kopaszra nálisz. Nekem minden csak szól. Szomelié, teljesen leverte a víz. Szóval csak megkérdeztem, még valamit adhatok? 11 műanyag pohárat dobjál már még hozzánk, hallom? Köszönöm szépen a figyelmet, gyerekek, sziasztok!